A Szent Ágotai János Kutatóközpont, a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint 2012-ben átadott kutatási centruma. A kutatóközpont az élettudományi, élettelen természettudományi, valamint környezettudományi oktatás, kutatás és innováció területén szolgálja a hazai felsőoktatás és tudományos élet erősítését. A központ egyik vezető csoportja a virológiai kutatócsoport, ami az épület nyitásától 2012-től aktív kutatási tevékenységet folytat a centrumban. A 4-es biológiai biztonsági szintű BSL 4 laboratórium fejlesztése 2015-ben kezdődött meg elsősorban egyetemi forrásból, de a munkálatok befejezéséhez a 2016-ban elnyert 100%-os finanszírozású GINOP pályázat adott lehetőséget. A BSL 4 szint eléréséhez szükséges gépészeti és labortechnológiai átalakítások mellett a pályázat lehetőséget adott új kutatási műszerek beszerzésére is. Így a csoport meglévő műszerparkja számos modern, új kutatási eszközzel bővült. Inverz immunfluoreszcens mikroszkóp, asztali ultracentrifuga és egy hazai fejlesztésű és kivitelezésű fertőtlenítő berendezés került az új BSL 4-es egységbe. A fejlesztés sikerrel zárult, hiszen a Pécsi Tudományegyetem laboratóriuma pozitív minősítésű tanúsítási eljáráson van túl, aminek eredményeként mind a munkahelyi egészségvédelem és biztonság tekintetében, mint pedig a 4-es biobiztonsági szintű munkavégzés tekintetében okiratot szerzett meg. Az új BSL 4 facilitás a kutatóközpont elzárt védett zónájában kapott helyet, ahova a kutatók is csak szigorú ellenőrzések után léphetnek be. Minden munkatársnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelentkezési kötelezettsége van a biztonsági szolgálatnál. Csak ezt követően haladhatnak tovább a laboratórium területe felé. Az épületen belüli, közel 100 méteres út megtétele közben számos biztonsági ellenőrzési ponton kell áthaladniuk, amelyek közül két esetben direkt személyi azonosítás, arcfelismerés is történik. A kutatók útját 16 kamera is rögzíti, amelynek felvételei bármikor visszakereshetőek, ellenőrizhetőek. Az utolsó jelentős ellenőrzés közvetlen a védett zónába történő belépés előtt zajlik le, ahol kizárólag az arra jogosult munkatársak korlátozott belépése valósul meg, szintén egy kontrollált, személyi azonosítási eljárás alapján. Minden munkavégzés előtt a kutatóknak meg kell győződniük a biztonságos működéshez szükséges gépészeti egységek üzembiztos állapotáról, valamint ellenőrizniük kell az életvédelmi és biobiztonsági szempontból nélkülözhetetlen műszereket, mint például a sűrített levegős ellátórendszer, a sterilizáló készülék vagy a kémiai zuhany. Egyik legfontosabb mozzanat az ellenőrző informatikai rendszer indítása, amelyen keresztül egy munkatárs folyamatosan nyomon tudja követni a BSL 4 egységben folyó munkát, illetve a legfontosabb gépészeti rendszerek üzemszerű működésének paramétereit. Különös figyelmet kaptak a biztonságtechnikai megoldások, hiszen a laboratórium teljes területén összesen 5 darab kamera került elhelyezésre, amelyek a hét minden napján napi 24 órában rögzítenek. A kameraképeket a biztonsági szolgálat munkatársai folyamatosan figyelik, illetve az utólagos visszakereshetőség miatt a felvételek archiválásra is kerülnek. Emellett az új facilitás komoly informatikai és riasztórendszerrel is felszerelt. A személyre szóló biztonsági kártyával történő belépés után a munkatársak átöltöznek, hiszen az egyedi méretezésű védőruházat alatt a kutatóknak sterilizálható anyagból készült aláöltözetet kell viselniük, ami egy hosszú ujjú inkből, lábzsákkal összekötött nadrágból és a fejet takaró kámzsából áll. Ehhez a ruhához történik meg az alsó kesztyű szalagozása is. A BSL 4 laboratóriumban munkát végző kutatók védelme szintén többszörösen biztosított. A munkatársak mindegyike pozitív nyomású, személyre méretezett védőöltözetben dolgozik, amely védőruhák a jelenleg legmegbízhatóbbak, így a világ számos pontján működő BSL 4 laboratórium is használja. A védőruha sűrített levegős ellátása folyamatos, melyet két nagy teljesítményű kompresszor és vészhelyzet esetén 5 darab 160 bár nyomású sűrített levegős palack biztosít. A védőruhába juttatott, belélegezhető levegő többszörösen szűrt, tisztított és hőmérséklete állandó. A védőruha saját kesztyűje alatt és felett is több réteg munkakesztyűt viselnek a szakemberek. A munkavégzés megkezdése előtt a munkatársak tüzetesen ellenőrzik a túlnyomásos szkafandereket, ezt először leeresztett, majd levegővel telt állapotban teszik meg. A közel 5-10 perces vizsgálat után történhet csak meg a védőruházat felvétele.
a potenciálisan fertőzött területet 4 darab hermetikusan záródó acélajtó zárja el a külvilágtól. Minden ajtót 3 darab elektromágnes szorít az ajtókerethez. A laboratórium területén 2 lépcsős 70-70, azaz összesen 140 paszkál negatív nyomás uralkodik, ami biztosítja, hogy levegő ne jusson ki a nem fertőzött területekre. A belépés egy légzsilipen keresztül történik. A zsilipelési idő alatt a zsilip teljes levegője kicserélődik, és a nyomásviszonyok helyreállnak. A kutatók csak ezek után léphetnek be a fertőzött területre. Minden zsilip használat után a légtér fertőtlenítése megtörténik, hidegköd alapú fertőtlenítési eljárással. A tényleges munkavégzés helye számos speciális labortechnológiai rendszerrel rendelkezik. A laboratórium levegőjét biztosító légtechnikai rendszer független az épület többi rendszerétől. Egyedi gyártású elemekből áll, szabadon szerelt, így nem szükséges az álmennyezet használata. Az áramló levegő a felső befújásnak és alsó elszívásnak köszönhetően vertikálisan folyamatosan átöblíti a teljes területet. Mind a befújt, mind pedig az elszívott levegő dupla H14-es osztályú HEPA filteren, illetve számos előszűrőn keresztül szűrt. A légtechnikai rendszer bármilyen jellegű meghibásodását fény- és hangeffektussal működő vészkürt jelzi a munkatársaknak, akik így azonnal és biztonságosan el tudják hagyni a veszélyes zónát. A falazat, beleértve a mennyezetet is, speciális vegyszerálló festékkel kezelt, ami lehetőséget ad a helység teljes fertőtlenítésére. A teljes padlózat csúszásmentes burkolatot kapott, amely minimalizálja a megcsúszásos balesetek lehetőségét, és ezzel a kiömlés veszélyét. A biztonságos működést emellett számos technológiai megoldás biztosítja, mint például a másodlagos légkezelő megléte, a nagy teljesítményű szünetmentes áramforrás, valamint dízelagregátor, amelyek a laboratóriumot és a hozzátartozó teljes kiszolgáló egységeket ellátják egy esetleges áramszünet esetén. Kiemelendő az egyedi fejlesztésű és kivitelezésű fertőtlenítő rendszer, amely a laboratórium teljes területének gyors és hatékony fertőtlenítésére alkalmas. A készülék úgynevezett hidegköd technológiával működik, amely a jelenleg elérhető egyik leghatékonyabb fertőtlenítési eljárás. A laboratórium és a zsilipek teljes területén összesen 10 darab porlasztófej került elhelyezésre. A hulladékkezelési protokoll is szigorúan szabályozott. Mind a szilárd, mind pedig a folyékony hulladék egy teljes sterilizálási cikluson keresztül kerül ki a laboratóriumból, amelyet egy nagy kapacitású, kétajtós autokláv végez el. Az autokláv nagy űrtartalma miatt képes az elhasználódott HEPA filterek megsemmisítésére is. A potenciálisan fertőzött területről elfolyó szennyvíz nincs. A kutatómunka során elsősorban a fertőző kórokozók szaporítása, új kórokozók azonosítása és jellemzése történik meg. Ennek megfelelően a műszerpark összeállítása is ezekhez a munkafolyamatokhoz alkalmazkodott. Asztali ultracentrifuga, inverse immunfluoreszcens kutatómikroszkóp, szövethomogenizátor, asztali centrifugák, inkubátorok, csak néhány a legfontosabb műszerekből, melyek az itt folyó kutatást szolgálják. A munkatársak mindegyike biovédelmi, biobiztonsági tréningen vett részt Németországban, ahol mind elméleti, mind gyakorlati tudást szereztek a BSL 3 és BSL 4 munkavégzéssel kapcsolatban. Mivel a több órás, szkafanderes munka mind fizikálisan, mind mentálisan megterheli a kutatókat, csak a legjobban kiképzett szakemberek dolgozhatnak az új BSL 4 laboratóriumban. A munka végeztével minden munkatárs egy fertőtlenítő zuhanyba lép, ahol a védőruházat felszínének fertőtlenítése történik meg.
ez kiemelten fontos a ruha levételekor elkerülendő fertőzés miatt. A zuhanyzási procedúra 3 egymást követő szakaszból áll, melynek első lépése a védőruházat külsejének vegyszerrel történő lemosása. Ez 5 percig tart, majd ezt követi egy szintén 5 perces várakozási idő, ami alatt a ruhára került fertőtlenítőszer maradék nélkül el tudja távolítani az esetlegesen ott jelenlevő fertőző kórokozókat. Szintén ez idő alatt történik meg a fertőtlenítő zuhany légterének hideg köd alapú csíra mentesítése is. A legutolsó fázisban, amely szintén 5 perces, egy tiszta vizes zuhany következik, amely lemossa a fertőtlenítőszer maradékát a ruházatról. Ez a fontos és összetett folyamat legalább 15-20 percet vesz igénybe, de elengedhetetlen a biztonságos működés szempontjából. A fertőtlenítő zuhanyban keletkezett mosófolyadékok a padlózat alatt elhelyezett 400 literes tartályba folynak, ahonnan 12 óra behatási idő után egy motoros szivattyú szállítja a teljes mennyiséget egy az épületen kívül elhelyezett folyadékgyűjtő tartályba. Ezt a tartályt veszélyes hulladékok megsemmisítésére szakosodott cég szállítja el, így a laboratóriumból semmilyen folyadék nem kerül a kommunális szennyvízhálózatba. A védőruházat levétele után a munkatársak elhelyezik azt egy erre a célra kialakított szkafander tároló helységben. Szintén itt kerül levételre a szkafander alatti védőruházat is, amely fertőtlenítés és mosás után újra felhasználható. A munka végeztével a munkatársak még egy kötelező személyi zuhanyt is vesznek, mielőtt immár hétköznapi öltözetükben végleg kilépnek a BSL 4 laboratórium területéről.